Az Aranycsapat Alapítvány, illetve az alapítvány elnöke Külajos kezdeményezésére emlékművet állíthatnak a Bregyó Sportközpontban az 1952-es Helsinki olimpián kiemelkedően szereplő magyar sportolók tiszteletére. A tervek szerint Melokko Miklós alkotása a Székesfehérvári Olimpiai Parkban kaphat helyet 2022-ben. Legnagyobb tisztelettel megköszönjük az önkormányzatnak, azon belül is dr. Cserpalkovi Csandrásnak, hogy lehetőséget biztosított számunkra, pontosabban ennek a fantasztikus társaságnak, 1952-52-es Helsinki olimpiai hőseinek tényleg egy olyan emlékművet sikerül majd idehozni, amit méltán megérdemelnek, nyilvánvalóan megérdemelnek, és hát idők végzetéig hirdetik ennek a fantasztikus, szupersztárokat teletűzdelt delegációnak a világra szóló nagy tettét. Hétfőn délelőtt a város szakemberei, a városgondnokság és a polgármesteri hivatal munkatársai, Györök Orsolya főkertész, Lantai Attila főépítész és Bozai István a városgondnokság vezetője egy bejáráson tekintették át, hol kaphat helyet az emlékmű. Valaki mondta, hogy hát ezt egy könyvet kellene. Na de hát könyv az utcán, és akkor jöttem rá, hogy lehet könyvet csinálni kőből. És akkor abban ahány lap van fölírni az összes nevet. Na így született meg ez a ötlet, hogy méltó lesz-e, hát valahogy a rangját emelni kell, itt a pusztán, ha letesszük, akkor szegény van, mint a félre lenne dobva. Nincs építészeti környezet, de kell kertészeti környezet, azért képzeltem, hogy négy jegenyét, eléggé túlkorosat földgömbbel valahogy, hát ezért kellene a kertész leültetni, és akkor ez a négy jegenye, amit szélesedik kifel, hátul 2 méter széles, elől a 3 méter, és ennek a karolásában volna ez a kőből faragott könyv. A döntés immár a képviselőtestület tagjai múlik, amely az ígéret szerint a januári vagy a februári ülésen születhet meg az emlékmű sorsáról.